Műsorunk hátralévő részében egy fiatal, tehetséges komlósi rockzenészt ismerhetnek meg. Ďalšie častináš o programu sa môžete oboznámiť s mladým, talentovaným, rokovým hudobníkom nášho mesta. Széles Tomit sokan ismerik a városban, és bizonyára többen emlékeznek irigylésre méltó, vörösbe hajló hajzuhatagára. A hosszú hajat felváltotta a sármos, lányos apukához illő frizura, de a rockzene iránti szeretete megmaradt. Tomi ismét gitárt ragadott, gondolatait, érzéseit zenébe ölti, és újra rockzenére dobban a szíve. Volt egy kisebb varga betű, de én úgy látom, hogy ez a hangszer visszacsábított téged, hiszen újra gitárt ragadtál. Vissza, igen, volt egy kis szünet, volt családi elfoglaltságaim miatt, ugye megszületett a kislányom, és ő elvette, hál' Istennek, minden időmet. De most, hogy ugye jobban fölcsöperedett, akkor így a mezőegyesi Pick Down zenekar felkeresett, hogy gitáros szeretnének, és hát örömmel elvállaltam, hogy megyek hozzájuk. Először ugye csak arról volt szó, hogy én csak gitározni fogok, és majd énekest keresünk, de addig-addig kerestünk, hogy megtaláltunk engem, hogy ha már ott vagyok gitározni, akkor legyek én az énekes, úgyhogy azóta én vagyok ezen a poszton ott náluk. Mit kell tudni a zenétekről? Milyen zenét játszotok? Ez nagyon érdekes, mert mi se tudjuk behatárolni. Ugye megszületett egy Metal Hammer kritika is róla, hogy maga a kritikus se tudta behatárolni magát a stílust, hogy az egészen kemény hard rocktól a picit lightosabb zenén keresztül elég sok szinten próbálunk mozogni. Úgyhogy mi se szeretjük saját magunkat beskatujázni, hanem azt játszunk, amit szeretünk, meg amit tudunk. És szerzőként is bemutatkoztál már. Igen, igen, én írom a dalokat nagy részt, olyan 90%-ban, meg a dalszövegeket is. Mi az, ami ihlet téged ebben? Minden meg szokott ihletni. Ugye én próbálom úgy írni a dalszövegeket, hogy ne csak rólam szóljanak, meg ne csak egy kifejezett életszituációról, hanem úgy próbálom megírni, hogy a különböző dalszövegeket mindenki a saját kis életére rá tudja húzni azokat a szituációkat. Talán már egyre kevesebb együttes vállalja fel ezt a rock vonalat, és ti ezt igen híven viszitek tovább. Itt Békés megyében, illetve itt a Délalföldön mennyire népszerű ez, mennyire keresik ezt a zenét, illetve az ilyen előadókat? Nagyon népszerű, én azt látom, hogy tényleg nagyon népszerű. Most ugye a pandémia helyzet miatt kicsit visszább vett mindenki ugye koncertügyben, de ugyanúgy vannak zenekarok, ugyanúgy mindenki szeretne gitározni, énekelni, mindenki szeretne már végre koncertre menni. És elég sok zenekar is van, hál' Istennek, Békés megyében is. Én is többet is ismerek, úgyhogy próbálkoznak az emberek, szeretik. Ez a műfaj ugye sose hal meg. A legjobb útja, hogy eljussatok a nézőkhöz, illetve a hallgatókhoz most az, hogy lemezeket adtok ki, illetve klippel jelentkeztek. Hogy álltok ezen a téren? A tavalyi évben ugye kiadtunk egy nagylemezt, ugye szeptemberben kijött az Évek című nagylemezünk. Ugye az a helyzet állt elő, hogy hamarabb lett nagy lemez, mint maga a koncertezés, tehát nem tudtuk a nagy közönségnek élőben még megmutatni, de ugye a lemez megvan, kézzelfogható, rendelhető, hallgatható, sőt ingyenesen is letölthető, ugye az interneten ugye felraktunk mindent. Készülünk a többi számmal, úgyhogy próbálkozunk, csináljuk. Csináljátok, mik a legközelebbi tervek? Most a legközelebbi tervek azok, hogy egy kis lemezt is ki fogunk adni. Ugye várjuk, hogy ez az egész helyzet ugye elmúljon, de addig mi se tétlenkedünk, ugye csináljuk tovább a számokat. Most egy kis lemezt fogunk majd nem sokára kiadni, pár hónapon belül. Úgyhogy dolgozunk keményen tovább. Említetted, hogy ezt a kis szünetet éppen egy családi elfoglaltság okozta, hiszen megszületett Anna a kislányod, és én láttam őt, hogy bizony azért az az alma nem fog olyan messze esni a fájától, mennyire vevő a kis Anna erre a stílusra, illetve mint lányos apuka, hogy érzed magad a bőrödben? Hát egyrészt féltem is ugye mindentől, ugye ennek a szakmának, ha mondhatnám úgy, mindenféle árnyoldalától, de viszont szeretném is, hogy ezt csinálja, hogyha ő szeretné csinálni. És én úgy látom rajta, hogy szeretné is, mert hogyha itthon gyakorolok, akkor ő is mindig előveszi a mikrofont, a kis gitárját, ő is ugyanúgy énekel, táncol. Mondjuk ő most inkább még csak táncol, de azért látom rajta, hogy úgy mozog a szája, meg csinálja ő is, szereti. A fiatalok mennyire szeretik ezt a stílust, illetve mennyire látod, hogy lesz utánpótlás is?
Én ledöbbentem ezen, mert én azt hittem, ugye amikor én is szünetem voltam, hogy nincs erre kereslet, de van rá kereslet, és szeretik a fiatalok. Ugye, hál' Istennek a tévében is látjuk, hogy különböző tehetségkutatókon olyan zenekarok is jelentkeznek, amelyek nem csak ezt a populáris vonalat követik, hanem inkább ezt a keményebb, rokkosabb vonalat is, és van rá kereslet, úgyhogy ez teljesen pozitív. Online térben is láttunk már téged, hiszen láttuk, hogy közös produkciókat adsz elő ismeretlenekkel, más előadókkal. Hogy talált meg téged ez az új lehetőség? Ugye ez egy applikáció, amelyet én azért kezdtem el használni, hogy a saját kis önbizalmamat, a saját kis teremet, a saját kis hangomat próbáljam ezáltal kicsit fejleszteni, és ugye sokkal könnyebb úgy fejleszteni, hogyha ismeretlenekkel énekel az ember, mintha ismerősök előtt énekelne valaki. És ez az applikáción belül ugye születtek barátságok, ugye elég sok énekesnőt, énekest ismertem meg, akikkel így a programon kívül is már kezdtünk közös projektekbe. Úgyhogy teljesen jó, ez ilyen magyar közösséget ugye kialakított, és gyakorlásra tökéletes szerintem. De a szerelmed mindenképpen gondolom a gitár maradt továbbra is. Mindig a gitár, és mindig a kislányom. Most pedig következzen egy kis ízelítő a Pigdam zenéjéből, Amiért nem nézel rám. Hello, szia, mi újság? Megyek oda mégis, itt leszek veletek.
Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, továbbra is kívánok Önöknek szép estét. A viszontlátásra! Mirigy Iváci gyakujem vánzá pozornoszt, pelejem van nagy elépek, nivecser, dovidenja!